háttérben egy pár vitorlással, kis borongós éggel. Szerettem ezt a hangulatot. Ez abszolút kikapcsolódás. Ez teljesen pihenés, abszolút. Hát valahogy így pihenni Zománc műves. Stekli Zsuzsa kiállított akvarell képei közül épp azt mutatja, hogy melyik az, amelyik igazán közel áll a szívéhez. Az összes alkotás a nyár hangulatát idézi, gyönyörű pasztelszínekben örökítette meg a balatoni tájat, vagy épp egy horvátországi kisváros részletét. Bár a tűzzománc alkotások készítése a szívecsücske, a nyarat mindig festészettel tölti, mint mondta, ez számára kikapcsolódás immár 2 évtizede. Valamikor 2001 táján meghívtak a Tamási művészkertbe, ahol mindenki festegetett. Hát valamit csinálni kell nekem is, vittem magam a legkis vászontarisznyát, kis akvarellfestéket, és elkezdtem nagyon dilettáns módon akvarellképeket csinálgatni. Hát ennek már 20 éve, és igaziból én tényleg csak nyáron pihenésként csinálom, ha nyaralni megyek, viszont magam a kis batyumot. Az elmúlt 20 évben kezdtem, és azt hiszem, hogy talán ma már ez is vállalható. Sokat tanultam művésztelepeken, kedvenc mesterem, Kedves István mohácsi festő volt, akitől az úsztató technikát tanultam meg, ami egy fantasztikus szép műfaj. Hát én még ott nem igazán tartok, ahol ő, de nagyon szeretnék afelé menni. Aztán van egy szárazabb technika, többféle módon lehet dolgozni. Ez akkor elég gyors műfaj, mert hogy a papír teljesen bevizezem, és mire a papír megszárad, addigra készen kell lennie. Mert ha újra vizezem, akkor annak már olyan döglött, erőltetett íze lesz. Tehát egy fél óra maradt maximum, és akkor készen kell lennie. Van, aki más technikával, tehát utólag is vizezi, és újra szárazon, és megint rámászik. Az egy más technika, én nem szeretem, én szeretem haza, akkor friss. Zsuzsa elmondta, hogy a vizek szerelmese, így a legtöbb képen visszaköszön a Balaton vagy az Adriai tenger. Eleinte ugye a Tamásiban kezdtem, ott a parkerdőben van egy kis tó, aztán Annafürdőn van egy kis tó, ott is festegettem, vagy Baján a Dunát festegettem, dunai csónakokat. Aztán voltam Tiszatúrán, Rotary Klubbal, ott a Tiszát festegettem, csónakokat, mindenképpen a vizeket festegettem. És amikor eljutottam 2006-ba az Adriára, hát igazán ott találtam magamra. Az Adria színei, azok a mediterrán növények, meg az egész mediterrán hangulat, igazából azt fogott meg, és aztán akkor kezdtem igazán jó akvarelleket csinálni. Ez mind a helyszínen készül, tehát viszem a kis vászonbatyumot, és párnámat, nincs festőállvány, leülök a földre törökülésbe, ölem be a tábla, illetve a tömb, ahogy éppen alakul, és ott a helyszínen, mikor ahogy más kattogtatja a fényképezőgépét, én gyorsan festek egy akvarellt. Ott a helyszínen. Tehát itt minden teljesen helyszínen készül. Az Adrián voltam, olyan szerencsém volt, 12 év alatt 18-szor a Várszigeten. Ez egy meghívásos művésztelep volt, tehát többször megcsináltam ugyanazt a témát, mert annyira szerettem, annyira adta magát. De mindig más lett belőle. Más a hangulat, más időpontokban, más volt az ég, vagy égszínen, mindig más lett belőle, és mind jó. A kiállított festményeket a Bonyhádi Solymár Imre könyvtárban lehet megtekinteni. A hagyományosan 3 évenként megrendezett születésnapi kiállítása idén decemberbe kerül sor. Itt olyan tűzzománc alkotásokat tekintetnek meg a látogatók, amiket az elmúlt 3 évben készített a képzőművész.